Hello, szépségeim! Hadd mutassam be nektek Christian Grey-t. Felejtsd el! Azért alapítottuk a könyvklubot, hogy az elménket stimuláljuk. Én úgy hallottam, hogy ez a könyv eléggé stimuláló. Ezik? Ez meg hogy került ide? Nem az enyém. Most látom először ezt a könyvet, higgy el! Ez undorító! Téged fenekeltek már el? Mi? Ettől a könyvtől teljesen begerjedtem. Add ide a gyors kötözőt. Csak nem össze akarsz kötözni. Hogy mi? Nem érdekes, csak... Ha Isten azt akarná, hogy ilyen öregen is szexeljünk, nem tenni ezt a testünkkel. Nem mindenkiével. Az nem Isten műve, hanem a plasztikai sebészeté. Csak el kell kezdened keresni. Myers bírónő? Igen. Testdíj csatába szerelmi életét. Kíván még valamit bírónő? Nem kívánok semmit, köszönöm, elmehet. Látszál? Arthur Manley. Mennyi volt? 40 év? Te meg mióta eszel fagyit? Vaj, lezsibbadt az agyam? Kár beléd, add inkább a profilak. Édes Istenem! Első randi, úgyhogy tessék dögöset venni. Valami kényelmeset? Ez kicsit túl kényelmes. Tudtam. Hát itt vagy. Imádom, ha egy férfi virágot hoz. Mindenki emlékszik az első csókjára. Elmeséljem a legjobb csókomat? Lehet, hogy az csak ezután jön. Lehetséges. Nem hittem volna, hogy visszatérek ide. Van olyan jó, mint az emlékeidben? Talán még jobb is. Anya, néha azért még le kéne szállnod a földre. Van egy férfi, aki olyan érzéseket ébreszt bennem, amiről már nem is hittem, hogy lehetséges. Anya! Jobban csinálja, mint gondolnám. Lehet, hogy nem happy end lesz a vége, de ilyen az élet. És én még nem is értem az enyém végére. Könyvklub, avagy az Alkony 50 árnyalata. Hogy voltál képes viagrát tenni a sörömbe? Uram, legyen szíves kiszállni a járműből. Nem hinném, hogy ez most jó ötlet, hölgyem. Értem. Jó szórakozást. Önnek is. Köszönöm. Hamarosan a mozikban.